Köszöntöm Önöket! Önök a Kistelek Városi Televízió 2024. augusztus 20-ai adását látják. Mai adásunkban a város ünnepi eseményeit tekinthetik meg. Balesetmentes versenyzést kívánunk! Uramért majd az erő, Krisztus fegyelmez nekünk.
Ezért határa jobb és most a szerzői a
Thank you.
meg hazád. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledd te szépen, szegény magyarul.
kezicsókolom, szép jó napot kívánok, köszöntöm minden kedves vendégünket itt Kisteleken, államalapítónk Szent István király ünnepén, a Szent István téren. Kérem, örülök, hogy ilyen sokan eljöttek a mai rendezvényünkre, tekintsék meg a programjainkat, amelyről később majd bővebben fogok szólni. Most azokban tisztelettel felkérem polgármester urat, Nagy Sándor urat, hogy tartsa meg az ünnepi megnyitó beszédét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyiüket, és köszönöm szépen, hogy a mi ünnepünkön együtt lehetünk. Azt gondolom, az ünnep az azért ünnep, mert mi arra úgy készülünk föl, úgy várjuk, hogy az megkülönbözteti a többi napot az ünneptől. Mindenki tudja, hogy államalapító Szent István napja van ma, és egyben városunk védőszentje is. Minden évben összegyűlünk, jó esetben kiáll először a polgármester, és egy forgatókönyv szerint megy a nap előre. Mégis fölteszem én magamban a kérdést, mitől más ez a nap, mitől más ez 2024-ben. Azt gondolom, mikor a templomba voltunk, és meghallgattuk a prédikációt, Szent Istvánnak sokféle megközelítését hallottuk Szabó atyától. Mégis azt gondolom, hogy ez ilyen természetesnek tűnik, hogy városunknak van egy védőszentje. Nem tudom ki, hogy van vele. Én hajlamos voltam arra, hogy úgy fogadjam azt, hogy van fölöttem valami gondoskodás, hogy ezt valamilyen szinten természetesnek gondoltam. Több mint 2 éve elég közel voltam Kincses doktor mellett ahhoz, hogy billegjen a léc, megégtem. És amikor az ember bajba van, akkor még inkább keresni a kapaszkodókat. Keres valami segítséget. És milyen érdekes, hogy sokszor el kell jönni a bajnak, hogy valóban segítségű merjünk fordulni, és őszintén megérezzük azt a fajta gondoskodást, amit nem látunk, de érezhetünk. Ezért, amikor a városunknak külön van még egy védőszentje, én azt gondolom, bátran kérhetjük, bátran fordulhatunk hozzá, hogy segítsen rajtunk, mert mi is a segítséget hálával képes vagyunk megköszönni. És mindaz, ami természetes, mindaz, ami egyébként körülöttünk van, nem mindig úgy van, hogy csak az úgy jár, az van, és köszönet érte. Mégis, amikor augusztus 20-án összejövünk és ünnepelünk, egy picit ilyenkor van lehetőségünk arra is, hogy hivatalos körülmények között, testületi döntést megalapozva, köszönetet mondjunk egy pár embernek. A köszönet lehet, hogy nem sok. A köszönet lehet, hogy megmarad egy díszoklevél formájában. De mégis, ha komolyan gondoljuk a köszönetet, annak van súlya és értéke. Mi fontosnak tartottuk évről évre, hogy ilyenkor azok, akik teszik a dolgukat, legyen az mentős, tűzoltó, vagy éppen olyan szociális dolgozó, vagy csak egyszerűen a városunknak meghatározó egyénisége, ott álljunk meg egy picit, és mondjunk annak az embernek köszönetet, aki valóban mindenki mellett, de ő különösen megérdemli. Úgyhogy kedves jelenlévők, ha megengedik, akkor először egy tűzoltó őrmestert szeretnék szólítani, Pölös Gábort, aki a város jóvoltából Kistelek közbiztonságáért díjat kapja. Gábor, őrmester úr! Megkérem,
lévő tábornokra, akit külön tisztelettel köszöntök. Tábornok úr, ez a jó ember a ti javaslatotokra, a ti szintetésre, én azt gondolom, hogy a tiszteletet nem is vagy nem elmondják. Köszönjük, Kovács. Amíg a fényképtezkedés folyik, addig, ha nem bánják el, mondom a méltatást. Tehát Pörös Gábor tűzoltó őrmester 2018. február 16-a óta a Csongrád család vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs Hivatásos Állományának tagja. 2024. július 1-ig beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, majd ezt követően gépjárművezetői beosztásba került kinevezésre. Szakmai ismeretek elsajátítására fokozottan nagy hangsúlyt vettek. Munkatempója, feladatvállalása, a közért való tenni akarása, segítő készsége példaként állítható a kollégák számára. Előjáróival szemben tisztelettudó, munkatársaival jó kapcsolatot ápol, a kapott parancsokat legjobb tudása szerint haladéktalanul végrehajtja. Az eddig eltöltött 6 év során számos esetben bizonyította a rátermettségét, szakmai tudását, bátorságát, személyes példát mutatva a munkatársaknak. Gratulálunk még egyszer a díjaknak. Gratulálunk! Következő díjazottunknál egy picit könnyebb helyzetben vagyok, hiszen a kitüntetett személyt régóta ismerem. Ezért nem csak a munkáját ismerem, hanem magát az embert is. És ki lehet tüntetni valakit a jó munkájáért is, de az még nagyobb súllyal bír, ha az egyben egy nagyon jó ember is. Barnáné Sárika nálunk dolgozik régóta, és teszi a dolgát a gyerekekért, az idősekért. Egy szóval, ő a klasszikus értelembe vett szociális munkás, szociális dolgozó. Sárika, mikor Anita főnökasszonyoddal egyeztetve egyértelmű volt, hogy erre a díjra te most nagyon jogosult vagy, hadd legyek rád én is, meg ő is nagyon büszke, meg a mögöttem álló testület is. Igaz egy oklevél, igaz egy köszönet, de a köszönet mögött nagyon sok kisgyerek és általad segített ember köszönete van. Köszönöm. Díszoklevél, mely adatik Barnáné Juhász Sárának, tanúsítja, hogy Kistelek város önkormányzata nevében Nagy Sándor polgármester az év szociális díjat adományoz. Kelt Kisteleken az úr 2024 esztendejében új kenyér havának 20. napján. És akkor mondom a méltatást, Barnáné Juhász Sára, szegedi születésű két gyermek édesanyja, és immáron 3 leányunok a boldog nagymamája. 14 éve, 2010 novembere óta szociális központ és a gyermekjóléti szolgálat dolgozója, felsőfokú szociális végzettségét Szegeden szerezte meg, majd 2020-ban szakvizsgát tett a gyermekvédelem területén. Munkája kezdetén családsegítői feladatokat látott el Pusztaszerttelepülésen, illetve szociális munkásként dolgozott Bakson. 2013-tól már a Kisteleki Gyermekjóléti Szolgálat csapatát erősítette a pusztaszeri feladatok mellett. 2016-ban az akkor újonnan megalakult Kisteleki Család
és gyermekjóléti központban esetmenedzseri feladatok ellátására kapott megbízást. Esetmenedzserként több településen koordinálta a gyermekvédelmi feladatokat, így Kisterek mellett Bakson, Pusztaszeren, Ópusztaszeren. 2021. február 5-én a család és a gyermekjóléti központ szakmai vezetője lett. A mindennapi munka mellett kiemelt feladatának tekinti a rászoruló családok támogatását, legyen szó adományközvetítésről, vagy éppen szabadidős programok, nyári táborok szervezéséről. Szociális érzékenysége, kitartása, körültekintő munkavégzése és nagy terbírása példaértékű a gyermekvédelem területén. Még egyszer gratulálunk a díjazat. Úgy hallottam, a legértékesebb gratulációk hátulról jöttek, hogy szia, mama! Kincses doktor, a mentősök kapitánya, mindig fontosnak tartja ő is és mi is, hogyha van olyan mentőse, aki kiemelt figyelmet kell, hogy érdemeljen, az ilyenkor és most annak is járjon a köszönet. Aki még esetleg csak látta a mentőt menni és nem kellett igénybe venni, sem magának vagy közeli hozzátartozójának, nem biztos, hogy értjük pontosan az ő munkájukat. Én jelentem már értem. Úgyhogy a város nevében, doktor, köszönöm szépen valamennyi kollégádnak, valamennyi kollégátoknak, és külön tisztelettel gratulálok az év mentősének, Kormány Mihálynak. Kedves vendégeink, Kormány Mihály iskolai elvégzése után a régi helyi TSZ-ben kezdett traktorosként, ezután másfél év sorkatonosságot kellett letöltenie, ahol szerencsére jogosítványát is megszerezte gyakorlatilag minden kategóriában. A sorkatonosság letöltése után a helyi új élet TSZ-nél lett gépkocsi vezető, buszsofőr. Az OMS-hez való kötődése már azelőtt korábban megtörtént, mint ahogy 1991. augusztus 15-én belépett az OMS-hez. Ugyanis édesanyja takarítónőként dolgozott a kisteleki mentőállomáson, ezért gyermekként már többször látta a mentőzés örömeit és annak nehézségeit. Így aztán már akkor eldőlt, hogy felnőtt korában is mentős váljék belőle. Emellett pedig mindig is értegelték a műszaki dolgok, szerette a gépkocsi vezetést és az emberi segítségnyújtást. Így aztán már 33 éve mentőzik, és a hosszú idő alatt a közben felnőtt fiát is megfertőzte a szakma szeretetével. Kiváló szakmai munkája mellett kiemelkedő kollegiális kapcsolatot ápol a munkatársakkal, a fiatal kollégáit szívesen oktatja, szakmai oktatást rendkívül hasznosan adja át. Tudását állandó készüléssel újítja, továbbképzéseken szívesen reszt vész, és ezzel igyekszik szakmai ismereteit megfelelő szinten tartani. Az állomás életében aktívan részt vesz, az állomás kertjét rendben tartja, a műszaki dolgok hiba elhárításában mindig számíthatunk rá. Gratulálunk még egyszer, Kormány Mihály. Egy másfajta díj, egy másfajta köszönet, és szintén abban a tekintetben könnyebb helyzetben vagyok, hogy régóta ismerem a díjazottat. És amikor egészségügyről beszélünk, akkor nagyon jól tudjuk, hogy milyen fontos az, ha olyan egészségügyi dolgozók vesznek körbe bennünket, akikre rámerjük bízni a gyerekünket, vagy akár magunkat, hozzátartozónkat. Kisteleken nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy van egy komplex egészségügyi ellátás, amely jelenti a házi orvosokat, fogorvosokat, az ügyeletben résztvevőket, a gyerekorvosokat, magyarul alapellátás, majd sok szakorvos,
szakasszisztens, szakdolgozó, és utána még van egy egynapos kórház szomszédságában egy mentőállomással. Dr. Nagy Zsolttal nagyon sokat próbáltunk menni, és keresni azt az utat, hogy hogyan lehet ez még jobb. Azonban ehhez én nem igazán értek, épülethez igen, kubatúrát létrehozni igen, de egy szakmaiságot, orvos-beteg kapcsolatot, jó asszisztenseket, jó dolgozókat, azt ő teremtette meg. És nagyon-nagyon jó érzés, hogy az ember úgy megy bármikor ebbe a rendszerbe, hogy tudom pontosan, hogy ki veszi le a vért tőlem, tudom pontosan, hogy ki van a szemésznél, és tudom, hogy melyik orvos miben speciális. Zsolt, nagy részed van ebben. Nem számoltam az éveket, hogy hány éve, de emlékszem, még mentőtiszt voltál Simon Marianéknál, és akkor ismertelek meg. És én nem tudok mást mondani. Az, hogy köszönöm. Köszönjük valamennyien, hogy van egyfajta gondoskodás, egy biztos kapaszkodó, amiben óriási között van. Szeretnénk ezt neked most megköszönni, még ha jelképesen is, egy apró díszoklevéllel, egy kis diplomával, és arra kérünk, hogy most már, hogy kollégák lettünk, önkormányzati alkalmazású, ugye a szakrendelő is, így dolgozzunk ezért a térségért, ezért a városért még nagyon sokat, hogy valóban mindannyian megtaláljuk azt a biztonságos gyógyulást, ami valóban lelkünket és testünket is rendbe tartja. Zsolt, szeretettel megkérlek a jutalom átvételére. Ezen díszoklevél, mely adatik dr. Nagy Zoltán Zsoltnak, tanúsítja, hogy Kistelekváros önkormányzata nevében Nagy Sándor polgármester díjat adományoz városunk, járásunk lakosságának érdekében az egészségügyben végzett lelkiismeretes szolgálatáért. Köszönjük szépen! És akkor a méltatás dr. Nagy Zoltán Zsolt 1985-től az Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei mentőszervezeténél dolgozott mentőápolóként, majd a mentőtiszti főiskola elvégzését követően először mentőtisztként, majd pedig kinevezett vezető mentőtisztként szervezte, irányította a betegellátást és a sürgősségi betegellátást. Megszervezte és irányította a koraszülött patológiás kiszülöttek szállítását. Dél-magyarországi légimentés szervezése az ő nevéhez fűződik. Létrehozta 40 önkormányzattal az OMS-hez integrált alapellátási orvosi ügyeleteket. Mozgó őrségeket szervezett, sporttevékenységek orvosi ügyeletét biztosította a kollégákkal. Több mint 300 fő mentő dolgozó képzésében, illetve továbbképzésében vett részt aktívan. Emellett a Szegedi Tudományegyetem orvosi szakorvos képzésében, továbbképzésében, mint elméleti és gyakorlati oktató is tevékenykedett. A Csongrád megyei Vöröskereszt vizsgabizottságának elnöki posztját csaknem 10 évig töltötte be. Közben elköszönve az OMS-től 2003-ban megalapította az első szegedi magán egészségügyi intézetet, létrehozta a Mediteam Konzorcium országos hálózatát, mely több évben is elnyerte az év magánrendelője országos díjat. 2009-ben mert nagyot álmodni, és a sikeres magán egészségügyi ellátás elnök vezérigazgatójaként megmérette magát a közfinanszírozott egészségügyi járóbeteg és egynapos sebészeti ellátások irányításában is. Szakmai felkérésre került intézményvezetőként a Kisteleki Egészségügyi Központ élére. Az elmúlt 15 évben a Kistelek járásban megerősítette és továbbfejlesztette a minőségi egészségügyi ellátást. Gratulálunk a díjazottnak! A következőkben egy Pro Urbe díjat szeretnénk átadni, és azért könnyű, mert ezt egy építőmesternek adhatjuk, akivel én személyesen is sokat dolgozhattam, sőt még az ő édesapjával is.
építés-statikus mérnök létemre napi kapcsolatom volt Sisák Lacival és annak édesapjával, és nyugodtan mondhatom, ami körbevesz bennünket, akár ahol most ülünk, ez a tér, közösségi ház, és sok olyan közintézmény, és sokan vannak önök közül közületek, akinek a családi házát építhette, és nyugodtan mondhatom, meghatározó alkotója volt ennek a városnak. Ezért amikor köszönetet mondunk egy olyan mesterembernek, aki az életét arra szentelte, hogy építsen, szépítse a települést, legfőképpen Kisteleket, majd Csengelét és a környező településeket, méltán lehetsz, Laci, te is büszke önmagadra, méltán lehet a családod büszke rád, és azt gondolom édesapád, aki egy kicsit messzebbről tekint le most ide, ez a köszönet neki is jár. És ha megengeded, akkor a város elképes köszönetét szeretném kifejezni, és szeretnék egy elismerő diplomát neked átadni. Ezen elismerő diploma tanúsítja, hogy Kistelek város képviselő testülete 132/2024 6. 27-én önkormányzati határozat alapján Sisák László részére Kistelek Pro Urbe díjat adományoz. A város építészeti arculatát formáló, kiemelkedő, építő mester munkájáért. Laci, gratulálunk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. És akkor a méltatás Sisák László építésztechnikus 1954. október 28-án született Szegeden. Általános iskolai éveit Csengerén töltötte, középiskolai tanulmányait a szegedi Vedres István építőipari szakközépiskolában kezdte meg. Az iskola 73-ban történő sikeres elvégzése után 76-ban technikusi minősítő vizsgát tett, 74-től 77-ig pedig termelési előadónként dolgozott a 31. számú állami építőipari vállalatnál, majd 1977-től 79-ig a Tiszaalpári Tiszatáj mezőgazdasági TS építő részlegénél volt építés vezető helyettes. 1980-ban családot alapított, három gyermeke született és egy unokája van. 1980 óta a Kisteleki lakos, 1980-ban kőműves mesterlevelet szerzett. Ezt követte az ács és állványozó mesterlevél megszerzése 1986-ban. 1979-től egyéni vállalkozóként folytatta építőipari tevékenységét. A megnövekedett igényeket és az építőipar sajátos fejlődését figyelembe véve 2001-ben családjával közösen megalapította a Sisák Kft-t, amelynek ügyvezetői teendőit végzi. 2002-ben aranykoszorús mester, majd mint 25 éve ipartestületi tag kapott ezüstgyűrűs kitüntetést az ipartestületek országos szövetségétől. 2010-ben felelős műszaki vezető engedélyt szerzett, 2018 óta pedig nyugdíjas, fiával, aki szintén építész technikus, a mai napig együtt működtetik a vállalkozást. A szakma iránti elkötelezettsége, az építőipar dinamikája és a kiszámíthatatlansága folyamatos felkészülésre, tanulásra és a fejlődésre ösztönözte. Ennek eredményeként az építőipari tevékenysége több településen számos épülethez köthető. Gratulálunk a díjazottnak! A következő díj az már egy kicsit problémásabb. Mert olyan valakit kell köszöntenem, aki picit messzebbről figyel már bennünket. Úgy szokták az ilyenre mondani, hogy posztumusz. Elhúnyt. De mégis jár neki egy fantasztikus köszönet. Szeretettel köszöntöm Tócsanyi bácsi feleségét, családját, mert most ráemlékezünk. A kapitányt régóta ismerem.
szakmabéli. Ezért, ahogy ő mondta, az öreg kapitánytól lehet tanulni. Sanyi bácsi nagy törvényű ember volt, ha kellett, mulatni is tudott, ha kellett, egy jó pohárbort is meg tudott inni, és ha kellett, akkor segíteni is tudott. Nagyon sokat segített nekem, hiszen a várost talán legjobban ismerő embere volt, tudja pontosan melyik utcában, hány méteren és hol van a gázvezeték, tudja, hogy hol volt csap, mikor építettük azt az utcát, és melyik házról mit lehet tudni. Jó társ volt, mert mindent tudott. És akkor, amikor nem oly régen jó magam is elköszönhettem tőle, akkor tisztán megfogalmazódott az a válasz, hogy megérdemel valamiféle köszönetet. Megérdemli a család az ő iránta gyakorolt, érzett köszönetünket. Vagyunk itt egy páran, csak Szidire nézek például, hogy mi nagyon sokat dolgozhattunk vele. És kedves Csöpike, őszinte szívvel mondok Sanyi bácsinak köszönetet, mondok nektek köszönetet, és hálával tartozok a sorsnak, hogy fiatokkal, Szabival is dolgozhattam együtt, aki hál' Istennek szintén viszi ezt a szakmát tovább. És akkor, amikor a város úgy döntött egyhangulag, hogy Tóth Sándornak posztumusz Kistelek Pro Urbe díjat adományoz, akkor bármennyire is sajnáljuk önmagunkat is, amiért már nem lehet itt. Mégis biztos vagyok benne, hogy ezt a köszönetet ő is jó eleső érzéssel fogadja. Úgyhogy kedves Csöpike, kedves Szabolcs Évike és valamennyi családtagjaitok, fogadjátok ezen elismerő diplomát, mely tanúsítja, hogy Kistelekváros képviselőtestülete 131/2024 6.27 önkormányzati rendelete alapján Tóth Sándor részére posztumusz Kistelek Pro Urbe kitüntető díjat adományoz. A város életének fejlődése, építészeti megjelenése, a lakosság érdekében szívvel, lélekkel egy életen át végzett tevékenysége, szakmai felkészültsége elismeréséül. Kelt Kisteleken az Úr 2024 esztendejében, új kenyér havának 20. napján. Gratulálok, Sanyi bácsi! Vigyázz rá! Tóth Sándor Kisteleken született 1945. október 21-én. Bátyjával ketten szerény körülmények között szerető családban nevelkedtek a Zrínyi utcában. A közeli Rákóczi iskola elvégzése után 1960 és 64 között a Vedres István építőipari technikumban végzett, a hivatásul választott építész technikusként, melyre egész életében ő nagyon büszke volt. A középiskola után 2 éves kötelező sorkatona idejének végeztével nagyon büszke volt arra, hogy sorállományú őrmesterként szerelt le, az osztrák-magyar határ kerítésének tervezését, rajzolását végezte műszaki alakulatában Soprontól Körmendig. Leszerelése után 42 éven keresztül a szeretett szakmájában, mint építész, építési főelőadó tevékenykedett a Kisteleki Tanácsnál, majd a polgármesteri hivatalban. Magánépítészként pedig nagyon sok családi házat, ipari és mezőgazdasági létesítményt tervezett Kisteleken a járás településein. A község, majd a város közművesítésében érdemeket szerzett, a 70-es évek végén a földgáz bekötéseket, majd rengeteg társadalmi munkában a szilárd útburkolatok építését vezényelte és felügyelte. Ahogy polgármester úr is említette, nincs olyan utca Kisteleken, ahol nem mondta volna meg, hol futnak a föld alatti vezetékek, legyen az gáz, víz vagy villan. Szaktudásával kiérdemelte a szakma tiszteletét. Még egyszer köszönjük szépen gratulálni.
Van még egy díjazottunk, de az most szolgálatot teljesít. Van még egy díjazottunk, akit nem igazán tudtam ünnepelni az utóbbi hetekben. Van még egy díjazottunk, akit nagyon szeretünk, de elment tőlünk, mert el kellett neki menni. És nem tudom pontosan ilyenkor, magamat sajnálom, vagy ő rá vagyok büszke, hogy tőlünk egy kisvárosból egy megyeszékhely városra hódmezővásárhelyre kérték föl. Igen, Imre atyáról beszélek, aki délután 5 órára jön hozzánk, és a város testülete, és aki jónak tartja, hogy eljön, mi is elköszönünk tőle. Nem mentem el a búcsúztató szent miséjére. Nem is hívtam föl sokszor, csak egyszer. Ő, mikor megkapta a hírt, azonnal fölhívott, és azt mondta, arra kérlek, ne kavarjál semmit. Mert a mi szolgálatunk az ilyen. És a szolgálat az itt is az, meg a másik településen is az. Minden esetre, kedves kistelekiek, vagy akár környékbeliek, nem megbántva az elődöket, de óriási változást hozott Imre atya a mi lelki világunkban is, meg a város lelki világában is. Olyan nyitott szívű, jó embert ismerhettünk meg, és először talán kételkedve, mert nagyon fiatal, hogy jó útra terelt bennünket, és ezt a jó utat az utódjával, Brandon atyával, Szabó atyával még felelősen ki is jelölte. És biztos vagyok benne, hogy ő szereti kisteleket. Biztos vagyok benne, hogy szereti kisteleket és a környékbeli településeket. És tudják miért? Mert mi is szeretjük őt. Úgyhogy, ha megengedik, lehet, hogy már sokuk nem lesz itt délután, ezért megkérem speakerünket, hogy Imre atyáról, az ő életútjáról most is hallgassunk meg egy rövid szösszenetet, délután 5 órakor, meg ha Jóisten segít, akkor személyesen is elmondhatjuk ezt neki, és személyesen is kocintunk vele, mostanában nem csak pálinkával, hanem egy jó pohár vörösborral. A Jóisten vigyázzon rá sokáig, köszönjük szépen, hogy van nekünk, és legyünk nagyon-nagyon büszkék rá, hiszen megérdemelten egy még magasabb házba költözött. Köszönöm szépen, Imre atya! És akkor néhány gondolat. Az Erdélyből származó Antal Imre plébános úr Szegeden végezte a teológiát. 2009-ben történő pappá szentelése után káplánként került Kistelekre, majd 2017-től Kistelek és térségének plébánosaként szolgált 2024. július 31-ig. Imre atyát mindenki nyitott szívű, emberszerető papként ismerte meg, aki Jézus tanítását nem csak hirdette, hanem élte is az emberek között. Mindenkinek köszönt, mindenkihez volt egy-két érdeklődő kérdése, mindenkit meghallgatott, és mindenkit a szívére vett és hordozta. Jó szívűségét, kedvességét, nyitottságát, közvetlenségét, érdeklődő természetét, az emberek iránti szeretetét, őszinteségét, egyenes, érthető beszédét, humorát, mások iránti empátiáját, segítő készségét mindenki megtapasztalhatta és érezhette életében. Köszönjük a szép szentmiséket, liturgiákat ebben a hétköznapi rohanásban, és azt, hogy a lelkünket odaemelte Istenhez. Köszönjük a szentmiséken kapott lelki útravalót, a Biblia magyarázatokat, a prédikációkat, amelyekkel megmutatta, valójában mi is az életünk értelme. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer gratulálok valamennyi kiemelt díjazottnak, és augusztus 20 az az új kenyér is. Augusztus 20-án, ha esetleg mindennapokban nem gondolunk erre, föl kell, hogy ébredjünk, hogy a kenyér sem annyira természetes, hogy van. Ezért az új kenyér szentelésnél mi is megköszönjük, hogy lett kenyér idén is az asztalon. Mi is megköszönjük, hogy ebbe a bitang időjárásba
még mindig a magyar föld ad kenyérnek megfelelő lisztet. Úgyhogy kedves Brandon atya, nagy tisztelettel fölkérlek az új kenyerek megszentelésére, fölszentelésére Isten hozott nálunk. Könyörögjünk, mindenható atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezek a kenyereket mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlünk mindenféle betegséget és gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Atyának, áldja meg érte a Jóisten, és kedves vendégeink, azért is jöttünk ide, hogy közösen is ünnepelhessünk, közösen is beszélgethessünk, ezért majd arra szeretném önöket invitálni, hogy itt az ünnepeltekkel akár kocinthassunk egyet, ha jól látom, pukkannak a pezsgős üvegből a dugók, de mielőtt oda mennénk, a díjazottakat külön szeretném kérni, a fotósok és a média kedvéért, hogy egy közös fotót itt a virágok előtt tehessünk. Úgyhogy szeretettel hívok mindenkit, ti meg önök, kedves vendégek, erre az asztal felé invitálok mindenkit.